Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz! Akkor csatold be a és légy be hozzák a Parallaxisba! Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. A horrorfilmes podcastje. Sok szeretettel köszöntök mindenkit! Ez itt a paralaxis X-Screamcast negyedik adása, a mikrofonnál francia réka. Ezúttal a Paranormal Activity filmek kerülnek a boncasztalunkra, amelyek a horror műfaján belül a found footage, azaz talált felvételek mesélési formáját követik, ami utat olyan áldokumentumfilmes klasszikusok jelöltek ki, mint a 92-es Veled is megtörténhet című alkotás, amiben a stáb egy sorozatgyilkost követ a vadászataira, vagy a 99-ben köztudatba robbant The Blair Witch Project, magyar címén ideglelés, amelyben fiatal dokumentumfilmesek egy boszorkányt kutatva el az erdőben, és nem árulok el nagy titkot, ha elmondom, hogy nem is találnak ki onnan. A Paranormal Activity filmek szintere sokkal hétköznapibb a fenyegető erdőségnél. Többségében házi videófelvételeken keresztül asszisztálhatjuk végig az átlagos szereplőket riogató démon ténykedéseit, és aki mindegyik filmet látta, az teljesebb képet kapott Tobi családokon és idős idősíkokon átívelő tevékenységéről. A filmek felboncolásában partnerem lesz Farkas Katalin Mila. Szia Mila! Sziasztok! És Pécsi Géza. Szia Géza! Sziasztok! És nagyon nagy örömömre szolgál, hogy veletek csináltok műsort. Aranyos vagy köszönjük. Valamint még annyit megemlítenék, hogy a női dimenziókban egyébként hölgy beszélgető társat keresünk. Így van. Hát ezt a, hogy milyen műsor ez a női dimenziók, ezt szerintem ti jobban tudjátok, hogyha össze tudjátok foglalni egy pár mondatba a hallgatóknak. Különböző minket érdeklő témákat beszélünk ki, és próbáljuk egy kicsit a női szemszögből is megvilágítani ezeket. És hát teljesen kötetlen valójában, hogy milyen, milyen témákról beszélgetnénk szívesen. Úgyhogy tulajdonképpen azt mondanám, hogy egy újfajta, érzékenyebb szemléletmódot próbálunk behozni a Parallaxis csatornára. És ha bárki úgy érzi, hogy szívesen csatlakozna hozzánk ebben a küldetésben, akkor jelentkezzen. Méghozzá úgy, hogy küldjetek egy e-mailt a podcast kukac.emtv.hu e-mail címre. Így van. Most akkor csapjunk is bele. A 2007-ben megjelent első filmet az ötlet megálmodója Oren Peli házában forgatták két addig ismeretlen színész főszereplésével, akik az instrukciók nyomán végig improvizáltak, ráadásul saját maguk kezelték a kamerákat a házi videózás jegyében, és a forgatás összesen tíz napig tartott. A történet szerint Kéti és Mika újonnan költözik az Orempeli házba, és néhány furcsaságot követően Kéti elmeséli, hogy egy sötét entitás kislánykora óta ragaszkodik hozzá és a húgához. Mika eleinte nem veszik komolyan a történéseket, aztán a helyzet fokozatosan eldurvul, ahogy az egy rendes horrorban lenni szokott. Ti mikor találkoztatok az első filmmel, és milyen nyomot hagyott bennetek? Géza? Hát megmondom őszintén, hogy nagy újdonság volt ez a film akkor, tehát én 2007-ben egyből néztem a moziban, amikor lehetett. Akkoriban így osztálytársakkal. Hát elég sok horrort néztünk. Nem tudom, valahogy fiatalkoromban sokkal több horrort néztem. Valahogy teljesen más álltam így az egész témához. És emlékszem, hogy már készültünk nagyon, nagyon régóta, hogy Paranormal Activity, de jó lesz. De foglaltuk a jegyeket. <laughs> és el is mentünk. És amúgy hát minden várakozást felülmúlt, tehát nekem szerintem ez, ez, a, ez a legfélelmetesebb, hogy úgy van beállítva, mint hogyha ez úgymond megtörtént volna, tehát be van kamerázva egy ház, és tulajdonképpen a filmek nagy részt, a, a film során, az a jelenetek nagy részében semmi nem történik. Igen, igen. Csak attól attól vagy, tehát attól félsz, hogy bármi történhetne, de nem történik, és hogyha néha történik, akkor kb. Úristen, és akkor... Úr. Igen. És folyamatosan figyelsz minden kis sarkot, hogy Igen, most vajon Igen, mi mozdul, hogy hol lesz meg hol valami. És ez elég jellegzetes, hogy így elkezd ez a dübögés lenni, ez a Igen. hang a háttérben, amikor a démon éppen az erejét fitoktatja Mila, és neked milyen volt ez az első találkozás? Hú, ez nagyon jó kérdés. Az igazság, hogy nem emlékszem, hogy mikor láttam először ezt a filmet, tehát nem tudom megmondani, biztos, hogy még akkor, tehát mikor kijött, de nem moziban. Mert, mert... Akikkel én jobban vagyok, az a baráti társaság, senki nem nagyon szereti rajtam kívül, így a misztikus horrort mindenki inkább fél tőle, és, és bár, bár már egy egyrészt néztünk ebből a moziban, de az a harmadik volt, és nem az első, szóval itt nem volt társaságom, így szerintem én biztos, hogy tévében láttam ezt, vagy letöltöttem, tudja a fene, hogy mikor jött tényleg szembe olyan nagyon mély nyomot nem hagyott, nagyon örültem neki, hogy végre készül egy ilyen alkotás, és egyébként ettől függetlenül imádom a misztikus történeteket, meg az ilyen para jelenséges dolgokat. Egyébként kicsit most már, amik most vannak ilyen különböző YouTube csatornák, meg, meg egyéb ilyen, ilyen, ilyen tiktokerek, azok, azok nagyon követik ezt a mintát, Én azon gondolkodtam, hogy most már azok, amiket felvettek a Paranormal Activity-ben, ilyen megfelfelbukkanó, ilyen egyetlen egy kis apró jelenség a háttérben, ezeket ma már vannak emberek, akik sportszerűen űzik, és otthon ilyen házi videókat csinálnak, és révizgetik az embereket poénból. Nyilván egyébként szerintem pont ezért. Há, meg van, van ez, vannak elve. ezek a prankek is, ugye, amikor a nőc így az ágyból kiemelkedett, és ez, az nagyon sok ilyen, ilyen videó van, hogy, a, hogy maga alá rak valamit, ilyen szivacsokat, és akkor utána fölkelti a férjét, vagy tök mindenki mellette alszik, és akkor úristen, hogy Igen. olyan, mintha így levitálódna a nő. Igen, szándékosan prankelnek is az emberek mindenfélét, szóval ez nagyon érdekes, hogy ebből így, így gyakorlatilag egy ilyen, szok, nem is tudom, szokássá de hogy de pont... Divat, lett, Mindig divatos, trend. igen, és még mindig nagyon szeretik nézni, szerintem rettenetesen borzonganak az emberek, mert várják, hogy úristen, mit fogok látni a háttérben, és találgatják, hogy melyik igazi, és melyik hamis. Tehát erre külön videók van. Ez, ez, alapvető emberi tulajdonság is egyébként, hogy az ember az ilyen, hogy próbál mindenbe beleképzelni mindent. Nem tudom, hogy ha ezt mondják is, hogyha mondjuk kin vagy a természetbe, vagy valahol, mindenben megpróbálsz belelátni valamit. És ugye on onnan, jön, onnan, jön, az összes ilyen horror történet, hogy az ember az próbál belelátni, tök mindegy, hogy egy fa, vagy egy nád, vagy nem tudom mi, de egy ember alakot, ami félelmetes. Tehát nem a nem, a nem félelmeteset látja, hanem a félelmeteset, és ebből jött szerintem a legtöbb horrornak az alapja. Igen, meg én nekem Hicskoknak a gondolata tetszik, hogy az a jó horrorfilm, ami csak sejtet hogy nem tudod igazából, hogy végül is mi az a szörny, vagy entitás, vagy, vagy, valami, aki a háttérben megmozdít dolgokat, vagy, vagy hangot, hangokat ad ki. Ugye nem csak mozdulatokat láttunk itt se, hogy mondjuk az ajtónyikorok, hanem dübögést is lehetett hallani, lépteket lehetett hallani, vagy, vagy akár morgást is lehetett hallani. És ezért ugye az emberi elme az, az, az elkezd el pörögni azon, hogy jó, de mi lehet ez? Tehát az, ez sokkal izgalmasabb, mintha már mondjuk az elejétől fogva te látsz egy szörnyet. Mert akkor az ott egyértelmű, hogy mi az. Igen, meg mondjuk épp ezért, hogyha például van egy olyan horror, ami gyilkosos, az nekem. Tehát nagyon sok ember attól fél, hogy Úristen jön egy gyilkos. De az meg, az meg úgy vagyok, hogy jó, az egy ember. Tehát, oké, okay, lehet, hogy elment az eszem, meg minden, de, de azt, amikor tényleg természetfelett is nem tud megfogni, az iszonyat, meg főleg ez a démonos téma, az nagyon-nagyon az félelmetes számomra. Tehát, amikor így megszáll Hú, embereket. nekem is régen, régen nagyon. Most már, most már jobban bírom, de ugye mi Katával nagyon régi barátnők, vagy Milával nagyon régi barátnők vagyunk, és hát ugye <laughs> ugye ugye azért én se, én se bírom ezeket a démonos horror filmeket, és ezért ugye én se tudtam vele ezeket közösen nézni mondjuk moziban, vagy ilyesmi, mert mert nem. Egyszer, én utána a napokig nem tudtam aludni, tehát hogy, jaj, jaj. hogy én ennyire nem meg sötét helyen lenni. Tehát akkor mindenhol először felkapcsoltam a villanyt, és aztán léptem be a szobába, vagy, vagy bekapcsoltam a tévét, hogy zörögjön a háttérben, ha, mit tudom, én nem is vagyok éppen a szobában, de hogy, de hogy valami zaj legyen, és hogy, és hogy ne érezzem azt, hogy teljesen egyedül vagyok egy sötét lakásban éjszaka akkor tuti történik valami. Jó, de ne essék, én is ugyanezt élem meg egyébként, mint itt, de attól még én szeretem ezt a borzongást. Ez nagyon, nagyon creepy ez az érzés egyébként, hogy én ezt élvezem, hogy ennyire félek. Ez, 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 ez durva. De gyerekként is így volt. Tehát, hogy ne, amikor nem tudom, megnéztem egy x részt, ilyen tudom is, én 8 évesen, vagy 9 évesen, hát éjszaka úgy mentek, nyilván éjszaka adták a tévében, de úgy mentem ki mosdóba, hogy így az összes odafele lévő villanyt fölkapcsoltam, és kb. futottam, mint egy őrült a mosdóig, meg vissza az ágyba. És szóval ezeket én is megéltem. Nem tudom, próbáltatok-e már olyat, hogy horrorfilmet megnézni nappal, világosban, meg éjszaka, teljesen jön át a igen, kettő. Amúgy igen, amúgy az embernek igen. Ugy, ugyanúgy a, a sötéttől is a félelme van, és ez, ez is egy ilyen, egy ilyen ösztönös félelem a sötéttől. Igen, ami, abszolút. Aminél sokkal jobbat üt minden. Ez egyik, meg a másik, hogy ugyancsak próbáltatok-e mondjuk hang nélkül megnézni egy horrorot. Ha hang nélkül nézed, akkor kb. semmi, főleg egy paranormal activity. Tehát pont az az, amit ha hang nélkül néznél meg, akkor tehát le is kéne venni róla szerintem a, a, a korhatárt. Mert... Az is érdekes, hogy ugye a legtöbb fi filmen, a legtöbb ilyen film ugye azzal is operál, hogy a, hogy a zene közben ijesztő legyen, vagy hangulatfokozó. De ebben a franchise-ban, tehát az a Paranormal Activity filmekben nincs zene, vagy alig. Tehát, hogy, hogy leginkább Csőn tényleg, van. tehát semmi, semmi, mert ez tényleg konkrétan olyan, mintha valaki házi videót készített volna, és hát ugye nyilván akkor nem lesz filmzene. <gül> <gül> úgyhogy, úgyhogy ez is egy érdekes faktor. És szerintetek, tehát akkor ami a félelmet fokozza, tehát ami eszköztára van ennek a filmnek, akkor az konkrétan ez, hogy ilyen nagyon-nagyon életszerű, mert hogy házi videójellegű, meg ez, hogy sejtet. Abszolút, egyébként én is csak egyet tudok veletek érteni abban, hogy amit mondtál is, hogy mielőtt még olvastam volna Hitchcocknak ezt a meglátását, ever valaha, én mindig úgy éreztem, még tinként is, hogy addig érdekel egy horror, vagy egy ilyen misztikus thriller, ami ki nem derül, hogy mi az. Onnantól mindig unom a filmeket, szóval itt ezzel nagyon jól operálnak, hogy gyakorlatilag nem hogy a nem hogy az első részben, de hogy még a sokadik részben sem derül ki, hogy ki ez a Tobi, vagy ki ez a, ki ez a lény. Igen, de abban a részben, amikor már bejönnek ezek a boszorkányok, nekem ott lett elég, tehát akkor már így láttam, hogy ja jó, azért, azért <laughs> én ott elengedtem. <laughs> a igen, igen. Tehát igen, érdekes, hogy itt az első filmben a démonnak még nincs neve. Sőt, még szerintem, de ki van mondva, hogy démon, mert ugye jön a pap a házba, vagy ki, és akkor ő elmondja, hogy, hogy, ez, hogy ez démoni entitás, de hogy nincsen neve még. Tehát valószínűleg én azt gondolom, hogy ez egy, egy, eredetileg, ez az első film, ez egy, egy teljes egész lett volna, ez az eleje közepe véget, tehát nem tervezték, hogy akkor lesz, lesznek még további filmek is belőle, én úgy gondolom. Tehát úgy sztori ez szempontjából biztos, ez nem... Tehát ez tuti. Igen, igen. Még nem is tudták, hogy ebből milyen bevétel lesz, és iszonyat nagy hit volt. Igen, 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 igen. És uh, ugye tudjuk, hogy 2007-től 2021-ig a franchise összesen hét filmet ért meg, és hát amelynek során ugye ö, egyre több darab kerül a helyére, ugye teljesebb képet kapunk kétről és a húgáról, Krisztiről, tehát igazából itt ők kezdenek ilyen, ilyen főszereplő vagy fontos szereplő párossá kinőni és aztán felbukkan a nagy is, és ő, de általában ilyen fenyegetően átsorogított. Fényderül a boszorkányok ugye generációkon átívelő ténykedésére. Legtöbbször ők is csak fenyegetően átsorognak, és az általuk segített démon Tobi céljai is kiderülnek. De ezt még nem lőném le egyelőre. Az idővonal azért egy kicsit kusza, egyébként, mert a második film az első közvetlen előzménye, a harmadik a lányok két és Kriszti gyerekkoráig nyúlik vissza, tehát ugye a gyerekkorukról szól konkrétan. A negyedik az első film után pár évvel játszódik. Az ötödik még egy évvel később az a latin közösség hitvilágába enged egy picike betekintést, és Kéti szerepe ott csak pillanatnyi. A hatodik az idővonalon újabb egy évvel később helyezkedik el, és visszautal Kéti gyerekkorára, mert ugye bár a ház az ugyanaz, amit ugye beszéltünk is, ahol Kéti és Kriszti felnőttek. <kül> Viszont videófelvételeken, meg, meg, ezen kívül videófelvételeken is felbukkan az ő múltjuk. Tehát ott, ott például arról is képet kapunk, hogy milyen ritusokat végzett el a nagyi, meg valamilyen másik pasas a, a, gyerekekkel. Viszont akik ezeket a videókazettákat róluk megtalálják, az, az egy újabb kisgyermekes család, tehát ez már nem kapcsolódik két családvonalához, vagy hogy mondjam. És ugye ez az a rész egyébként, ahol többi eléri a végső célját is. A hetedik rész pedig már a COVID ideje körül játszódik, az teljesen külön történet, teljesen független szállat mutat be, egy elzárt Amisnak vélt közösséget mutat be, és ugye Margó, a főszereplő azért megy oda, hogy, hogy a saját családfáját felfedezze, hiszen ő egy örökbe fogadott lány. Ugye a filmeket nyilván a széria egyértelmű főszereplője, a Démon köti össze. Egy kis infó róla az alakját az apokrif Tóbiás könyvében említett Azmodeuszról mintezták, aki beleszeretett sárába, és megölte annak jó néhány férjét a nászészakán, mielőtt azok a nőhöz érhettek volna. Azonban megérkezik Tóbiás, Rafael Arkangyal az oldalán, és megszabadítják sárát a démontól, aztán persze Tóbiás viszi a nőt. Így már talán érthetőbb, hogy az első néhány filmben miért a férfiak hullanak, és miért tűnnek fontosabbnak a nők. Persze az anyák halála is a gyermekek szerepe kevésbé magyarázható. Például nekem az is nagyon durva volt, hogy a nagymama simán beáldozta a saját lányát. És hogy azt akartam kérdezni, hogy szerintetek voltak-e kiemelkedőbb, vagy éppen csalódást okozó részek, esetleg érthetetlen fordulatok? Az alkotók mennyire tudtak következetesek maradni a történet tovább során? Én nagyon úgy éreztem, hogy minden filmnél a következő filmnek a forgatókönyve alatt találták ki az előzményeket, meg a, meg a kapcsolódásokat, tehát hogy nem minden következetes a történetben. Nekem egyébként elég kusza volt így a történet, így, hogy ennyi film van egymás után, és ilyen ugrálások vannak. Pedig általában ezekben jó szoktam lenni, de lehet, hogy kicsit nagyobb rajongónak nem és akkor kenném vágnám, hogy melyik részben ki mit csinál, de így, hogy ilyen lassan folynak néha a történések, nagyon nehéz megjegyezni, hogy az az egy-egy pár másodpercnyi momentum, ami a filmben érdekes vagy fontos, azt észreved és megjegyezd, szóval nagyon érdekesen operál ilyen szempontból a film ezekkel a trükkökkel, hogy hogy végignézzel kb. több mint egy órás filmet, és gyakorlatilag a hasznos információ belőle 5-10 perc maximum szerintem. Még az utolsó negyed óra vagy 20 perc. Hát, az meg a legizgalmasabb része legfokozottabb pillanatok, igen, amikor már tényleg nagyon-nagyon érdekes dolog történik, de kiszúrni a jeleket, meg megérteni, hogy olyan kapcsolódnak össze a sztorik, hát nem mindig volt egyszerű a számomra, hogy meg, hogy ezt megjegyezzem, hogy akkor ki, miért, miért, milyen jeleket fest, ki itt boszorka, ki nem boszorka, valójában ki a fontos karakter, most igazából kit is akarunk, mit is akarunk pontosan csinálni, ez sem volt számomra mindig egyértelmű. Amúgy nagyon szívesen megnézném a két égnek a gyerekkorát, tehát hogy, hogy, arról én biztos csináltam volna a filmet, hogy amikor a, a, kisgyerekeknek ugye van ez a, hát ilyen oktató időszakuk, amikor így próbálják. Be a, igen, a beavatás, igen, tanítgatás. Beavatás. Igen. igen. Arra konkrétan, ha lenne egy film, már, már sokkal jobban átlátnám az egész történetet, és ugye a hatodik film az, Amiben visszamegyünk annyira a kazetták által a múltba, hogy kicsit jobban átlátjuk, hogy hogy Kétivel végül is, meg Krisztivel mit is műveltek. Annak idején. Igen, és az is tök furcsa volt, hogy ugye a, a második filmben ott ott Kéti és Kriszti már már ugye felnőtt nők, és Krisztinek születik gyereke, és akkor ott két és kriszté beszélgetnek erről, hogy gyerekkorukban ők ők, ők így, így démonokkal találkoztak, vagy valami volt. De hogy ugye érdekes, hogy semmire nem nagyon emlékeznek ezekből a állítólagos beavatási rítusokból, meg a tanítgatásból, tanítgatásból, hogy hogyan vegyék fel a kapcsolatot tobival, olyan, olyan, furcsa, igen, kicsit olyan következetlen itt is. Tehát nem tudtam én se teljesen összerakni a képet, hogy mit is csinálnak ezek a banyák, mi a céljuk. Jó, persze aztán volt egy bizonyos cél, ami megvalósult. Ez most egy kis spoiler. Toby kapjon egy testet. És akkor valahova ide vezetett, futott ki ez az egész történet szál, hogy, ugye hogy, hogy, hogy az modeusz, ez a démon, ez, ez a herceg, ez, ez ugye fel tudjon venni egy ilyen fizikai, emberi ö, alakot. Igazából ez egy romantikus történet. Tehát a... nem, nem, nem tud szélni egy, egy, azzal a csajjal, akivel szeretne, ez kell egy fizikai Mint a múmiában ugye ott is alakot ölt Imhotep, hogy a Naxuna Munnal újra egymásra álljanak. Lehet, hogy az Modeus is csak sárát keresi mindenhol, minden nőben. Mert egyébként hozzá kell itt tennem, ugye az első részben én a démonnak drukkoltam. De azért, mert, a, mert ott Kétinek és Mikának a kapcsolata az nekem annyira toxikusnak tűnt. Tehát, hogy, hogy ez a horrorfilmeknek amúgy egy kliséje is, hogy a szegény Kéti más sírva könyörgött Mikának, hogy menjenek el ebből a házból, és, és ne, ne hergeljék a démont, és hagyják már abba, de Mika meg, meg, nagyon nem vette őt komolyan, nagyon sok határát átlépte, a kéréseivel nem törődött, nem foglalkozott, hogy ne vedd már kamerára ezt az egészet, de azért ő mégiscsak kamerára veszi. Ne vegyél ilyen Oji a táblát, de azért ő mégis megveszi azt a táblát, és tovább báb a démon, szóval annyi határ átlépés történt, hogy arra gondoltam, hogy ez a démon igazából csak kétit akarja megóvni ettől a mérgező kapcsolattól. Úgyhogy én ott tényleg a démonnak drukkoltam. És hogy igen. Hogyha megnézitek így a filmeknek a vonulatát, azért nagyon látszik, hogy követi így az a trendeket. Tehát a, ahogy ugye kezdődik, akkor, akkor majdnem minden sorozat ez a kézikamerás volt az elsőnél. Aztán utána a harmadik részét, amikor ez a visszaemlékező volt, akkor volt egy olyan is, sorozatokban is, meg mindenben, amikor elkezdték ezt a 80-as éveket majmolni egy ideig, ami most újra visszajött, viszont az akkor is volt, és ez nagyon beleillett az a, a régi footage. Ugye VHS, tehát hogy benne voltak ezek a, tehát a, már a szalagnak a hibái benne voltak a felvételben, és ez szerintem fön tudta tartani ezt a, ezt a nézőközönséget, de tökre egyetértek Milával, hogy szerintem ez úgy voltak vele, hogy megnézték, oké, csináljuk meg, és úgy fejezzük be, hogy lehessen folytatni. Folytatjuk, folytatjuk, és ebből nagyon-nagyon sok pénzt ki tudtak így hozni. Csak egy idő után már, most valljuk be, hogy ezért kifogyott, tehát már mindenne próbálkoztak, de azért az látszik, hogy a nézettség is lecsökkent. Nem véletlenül kellett abba hagyni. De egyébként a részeken át így, úgy az ötödik film, tehát hogy folyamatosan lehet látni egy ilyen, változást is a, 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 a tekintetben, milyen trendek voltak így a filmkészítés során is. Tehát ahogy az ötödik filmtől kezdve nekem érződik az, hogy hogy úgy másabb a mesélési stílus, eltérőbb környezetek jönnek be, újfajta elemek jönnek be, tehát már, már nem az a tipikus házi videó, és akkor lessük 40 percen át, hogy mi moccan meg egy icipicit, hanem azért például ott van az, az ötödik filmben a megjelöltek, ahol a, a, latin közösségben vagyunk, és a fiatal srácokat gyakorlatilag megszállják, és akkor látjuk például ott is, aki már megvan szállva, természetfeletti képességeket kapnak, eleve nem pici gyerekek beszélgetnek kép képzeletbeli barátnak tűnő alakokkal, hanem, hanem itt már tényleg két erős fiatal srác az, aki, aki egyre inkább elszáll, és utána is a következő rokon ez a, ez a 2021-es, ami az Amis családból van. Ott is például már látunk egy, ugye ott például ugye Margónak a vérszerinti anyját Szárának, ugye Szárának hívják, és ő is egy megszállt ö, ö, testben van, de az a test már egészen el van torzulva, de attól, attól is még egy egy kézzel fogható valami, aki, aki a film végén üldözi ugye Margót és a, és a barátait. Tehát ez is sokkal kézzelfoghatóbb. Meg egyébként az azt megelőző filmben ugye, amit beszéltünk most, hogy a két és Kriszti gyerekkoráról megtalálják a videók között a felvételeket, ugye ott az új család megtalál egy olyan kamerát is, ami, ami rögzíteni tud ilyen természetfeletti jelenségeket. Tehát ott már bejön a CGI is, tehát ilyen látunk ilyen, ilyen, ilyen fekete ahogy ott magasodik a kislány ágya mellett, tehát az is sokkal látványosabb. Tehát, hogy, hogy onnantól kezdve, tehát látszik ez a változás, hogy már kicsit úgy, úgy iz, akar lenni, látványosabb akar lenni ez a, ez a mesélési Plusz mód. Plusz ez mekkora volt benne, amikor ugye ez a Xbox Kinect bejött, és az, azt is az egyik részben, Igen. hogy Igen. ott is valahogy így bekamerázták, amikor Négyes. látsz, az a letapogatási pontokat látni, és akkor úgy lehetett látni a démont. Az is az, amúgy az, ez az rohadt nagy izé volt, az nagyon nagy jó, reklám volt a, a Microsoftnak is szerintem. Tehát ez egy hogy mögötte van, hogy ebbe meglátták azért a... Tehát biztos nagyon sokan vettek egyébként utána olyan készüléket. Amerikáról beszélünk, ugye? Persze, egyébként nagyon jól követi a technológiáját az aktuális éveknek, amikor éppen forgatnak, vagy az előtti időszaknak, tehát tök jól be tudták reklámozni az újdonságokat ilyen szempontból. Egyébként nagyon, nagyon furcsa, említetted ezt a kamerát, ami a hatodikban van, ugye, amit, ami végül is már látja Tobinak, a, vagy az a, a valódi alakját, meg így, így lényét. És nekem ez annyira furcsa, hogy ugye szétszerelik a kamerát, és akkor kiderül, hogy hogy egész más a felépítés, én nem is értettem ennek a mechanikáját, hogy mit tudtak beépíteni a kamerába, hogy látszódjon azon az egy kamerán, semmi máson, csak azon az egy ilyen Tobinak a valós alakja, és hogy ez mikor épült bele, hogyan, kirakta ki vele, ez sose derült ki valójában, hogy igen, meg nem csak Tobinak az alakja látszik, hanem ugye a, a Lila, a kislány, ugye rajzol ilyen, ilyen kapú formában ilyen mindenféle jeleket az ágya fölé, és akkor ott az a kapu meg is nyílik, és akkor az is itt cégével meg van rajzolva, vagy mintha egy ilyen barlangba vezetne a kislány ágya fölött, ugye ott van a bejárat. Hát meg az összes ilyen átjárót látja maga a, gé a, a, a gép. Tehát, hogy a, a felvevő minden átjárót érzékel, ami ugye nyílik, és beszélnek is róla még az egyik kazettán, hogy ha Fölépült az új ház, tökéletes, itt micsoda átjárók fognak nyílni. Hua. Belépési pont, belépési egész pontosan így pont. Remek belépési pont lesz ez a ház. Tehát igazából az is megtervezett volt, hogy ez az új család ebbe a házba költözön. be, és ott kiderül, hogy Kéti volt az a, az összekötő, aki kiadta magát ilyen, hogy, hogy hívják ezt ilyen, aki ugye a házakat eladja. Ő, ő adta ki magát. Ingatlanos. Igen, <laughs> Ingatlanos köszönöm, őnek. ezt a szót kerestem. Tehát ingatlanosnak adja ki magát, aztán ki is derül ugye a film során, hogy ő, úgy igazából nem is, nem is nem is létezik ez a... Tehát az ingatlan iroda létezik, de hogy ő sosem dolgozott ott, és hogy, és hogy ez is egy ilyen megtervezett valami volt. De ezekre sosincs válasz. Miért pont ez a család? nem, nem. Ja, igen, mert hogy Lila ugyanazon a napon, a, ugyanazon a napon született. Mint Hunter. Mint Hunter, igen. Hunter meg ugye az előző részekben a kisfiú. De az előző részekben meg azt magyarázzák, hogy az első szülött fiú a fontos. Igen, és hogy azt kell Tobinak, és őt viszi el, de hogy hová és miért, az megint nem derül ki. Igen, Igen de vannak alternatív befejezések, és ugye ott tehát minden résznek van egy alternatív befejezése, és akkor ott is van olyan, hogy egyikbe elviszi a gyereket, másikba nem viszi el. Az elsőnek is az a vége, hogy, el, hogy hogy van egy alternatív vége, hogy elvágja saját torkát, és akkor off. Uh -huh. Ugye gondolom, azt gondolták, hogy így be kell fejezni, akkor befejezik, kész. Uh -huh. De amit most mondtatok, ugye ez a hatodik részben azért, kell, azért, azért kellett ezeket behozni, mert az már nem köti le egy idő után a hallgatóságot, hogy mindig csak. Igen. Van egy kis súfni, ugye a harmadikban volt az, hogy a a kis súfni volt mindig, és akkor ott voltak azok a jelek, akkor szerintem senki nem mert benézni ilyenekbe a. Tobit hirtelen Dobinak dobinak értettem, is Dobi. Harry Potterből <laughs> Dobi is ott De be volt zárva a szekrénybe, vagy mi is ott izé próbált belőle. Szerintem az az első pár részben voltak ezek az igazi ilyen klasszikus, iszonyatosan parás részek, például az is, amikor azt hiszem a kéti lábán így jön föl az a kar, ez, ez a, a démoni kész, tehát hogy nem kellett megmutatni a démont, csak a láttatot de mégis az, az volt szerintem az igazán, igazán félelmetes, amit egyszer lehet elsütni. Tehát kell valami igen, csinálási. igen, ez így van. Ha mindig ugyanazt a narratívát követjük le, akkor miért, miért, fizetne be valaki arra, hogy ezt újra végignézze? Persze, ez teljesen érthető. Meg hát az emberi fantázia mindig sokkal szörnyebb dolgot alkot, mint, mint amit valójában filmre tudsz igen. vinni, tehát nyilván ezért is érdemes ezzel dolgozni a készítőknek. Egyébként nagyon megnéznék egy werkfilmet az első filmről, hogy mennyi bakit követtek el, miközben így kreatívkodtak a színészek, hogy ezt összehozzák. Igen, Tehát, hogy Igen hányszor... mert ugye ők végig improvizáltak, csak ilyen instrukciókat kaptak, hogy most nagyon féljetek, most ez fog történni, most az fog történni. Én megnéznék szóval egy verkfilmet, velük. Nem nem volt ilyen ilyen szövegkönyv, vagy ilyesmi, nem volt előre megírt párbeszéd, csak néhány instrukció. És amúgy, amúgy, ez az amis vonal is olyan, hogy az ez amis, ez önmagában, mivel ez egy zárt közösség, az mindenki számára félelmetes. Igen. hogy vajon miket őriznek a szekrényben. Egyszerűen élő valakik, akik pont, hogy ezt, ezt utasítják el, ami, ami nekünk van. Tehát ő, ők, így azt mondták, hogy jó, akkor eddig fejlődtünk kész, tehát nekünk jó a kocsi, meg minden. Igen, igen, és a zárkózottságuk ö, egy kicsit tényleg a néheztővé teszi őket. Az ember elkezd arról fantáziálni, hogy vajon milyen, ö, ők is milyen ilyen szertartásokat vagy rituálékat csinálnak, pedig amúgy nyilván nem, hiszen... Csak vallásosak, igen Vallásosak, igen, és megvan a saját ö, szabályrendszerük a, az életre. Igen, és szeretik beépíteni őket nagyon sokszor ilyen mindenféle misztikus történetek sorozatokba, filmekbe, tehát X-aktákban is van ilyen a misos rész, tehát hogy ez, ez, ez visszatérő elem, és, és valamiért mindig be akarják állítani őket valami középkori bigot, és, és nagyon őrült embereknek, csak mert nem akarnak haladni a korral, vagy nem tudom, tehát hogy nagyon furcsa, hogy hogy ezt így ennyire mm, sötétel látják manapság az emberek, az ő az ő kultúrájukat, meg az ő szokásaikat. De egyébként nekem nagyon tetszett, ugye, a franchise egészében az, hogy hogy az idősíkok között ugye nem csak az a kapcsolat, hogy ilyen videókazettákat megtalálnak, hogy ugye mindenki felveszi ilyen házi videózás módon ugye azt, hogy mi történnek velük. Ezek a videókazetták úton elő előkerülnek a többi filmben, és akkor visszanézik őket. de nem csak ez az egy kapocs van, hanem tényleg fizikailag is Tobi és talán a boszorkányok ügyködéseinek segítségével ugye fizikailag is át lehet járkálni az idősíkok között. Tehát például ugye a, az ötödik rész, ugye ez a latin közösséges ö, ö, résznek a leg, leges legvége, az az, hogy a srác, aki éppen fogja a kamerát, ez benyit egy ajtón, és, és gyakorlatilag átlép az orempeli házába, tehát az első részben látható házba, és ott látja Kétét, és azt az utolsó jelenetet, a legvégső jelenetet látjuk, amikor ugye Kéti már megvan száva, és megkéseli Mikát. De ezt ugye az első részben, ezt konkrétan nem látjuk, csak azt, hogy Mikának a testét hozza fel ugye a szobába, tehát csak annyit látsz már, hogy Mikán nem él. És ugye hozzávágja a kéti a kamerához Mika testét. De ugye itt az ötödik részben meg ennyire visszacsatolunk az elsőre, hogy ott azt is látjuk, hogy mi történik Mikával, és ho hogy hal meg végül is egész konkrétan. És ez nekem ugye nagyon tetszik, hogy ilyen ajtókba belépve, ugye más-más, tehát a, a filmek más-más helyszíneire is, idősikjaiba át lehet lépni. Igen, csak ez is és az a film utolsó pár percében derül ki, meg. hát ugye nem derül ki, nem akkor derül ki, akkor kezdik el használni valójában ezt az átjárót. Pedig amúgy simán csinálhatták volna, hogy több időt töltenek el ezzel a szakasszal, hogy ők átjárkálnak különböző részekhez, de hát nyilván nem lehetett ezt húzni. Én egyébként azon gondolkodtam, hogy én azt figyeltem meg, hogy hogy az összes olyan alkalom, amikor kisgyerek szerepel a, a szülőkkel, ugye, és a gyerekek látják Tovit, ugye valamiért mindig csak ők látják az elején, meg ugye, vagy a kamerán keresztül valahogy lehet érzékelni az ő jelenlétét. Valahogy a szülő, mindig, mindig az anyuka az, aki nem akarja tudomásul venni Tobinak a jelenlétét, vagy az, hogy ő létezik, mindig a fiúk, meg a, meg a férfiak azok, akik így próbálnak, nyilván ők használják a kamerát, és, és látják, amit látnak a gyerek, mellett, vagy a gyereken keresztül, meg az, hogy történik valami, de hogy valahogy az anyukák így annyira, mintha, mintha tudnák, hogy valami tényleg nem stimmel, inkább bele sem akarnak gondolni, hogy mi ez, meg se nézik a felvételeket, sokszor konkrétan könyörögni kell nekik, hogy nézzék már, meg hát láttam valamit a felvételen, a gyerek nem hülye, tényleg, Amit ő, amiről ő beszél, az valódi, az megtörtént vele, sőt, még más is történik, csak el sem mondja, a teljesen kiborított, gyerekeket nem lehet szóra bírni egyáltalán, tehát, hogy Tudom, hogy a valóságban sem egyszerű egy gyerekkel kommunikálni, főleg, hogyha ha ennyi idős, még kicsi, meg még befolyásolható százszerzelékosan, engem megőrítene, hogy a gyermekem nem mondja el, hogy, hogy mit érez, vagy hogyha azt mondják neki, hogy ő ne beszéljen valamiről, az teljesen kétségbe hogy de hát azt mondta, hogy ne beszéljek róla, vagy erről én nem beszélhetek, vagy nem akarok róla beszélni az mindig elgondolkodtatom, mikor egy ilyen kicsi gyerek valamiről nem akar beszélni. Főleg a szülővel, főleg a szülővel. Azzal, akit a legjobban szeret, meg aki, akihez a százszerzalékos kötő, tehát hogy ezt egy anyának éreznie kéne. Tehát engem érzelmileg ez nagyon megviselt például, a, mikor, ezek a szituációk beálltak, és megálltunk egy ponton, és onnantól nem mozdultunk sem már, csak egészen a végjátékig, hogy akkor a gyerekkel történt valami, anyu meg többnyire meghalt. Tehát... Nekem az örökös kérdésem a a franchise alatt az volt, hogy miért nem költöztök el még az elején? Tehát, hogy valaki mindig elbagatelizálta ezt az egészet, pedig látszott a másikon, hogy fél, hogy komolyan aggódik, hogy tényleg látott valamit a felvételeken, vagy bármi, ez egyértelműen kiderül és kommunikálva van, de mégis valaki mindig elbagatelizálja. Tehát ez, 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 ez engem De, de is, azért, de... mert mindig jön egy pap, aki megmondja, hogy de hiába költözel el a démon rád von tapadva, tehát tök mindegy, hova mész. Tehát, <laughs> <laughs> hogy ez így... Na igen, de ugye meg az is következetlen volt, hogy mégis a, nem is tudom melyik részben, ugye a negyedik, vagy... Igen, ahol ugyan a háza fontos, mert ugye ott nőtt föl Kéti és Kriszti, és az tér vissza, mint elem. És az a belépési pont, Hatodik. tehát akkor mégis... A ez hatodik. A hatodik film. Pocs, igen, hatodik. Tehát az a belépési pont, tehát mégiscsak fontos a ház is. Tehát, hogyha elköltöztek volna onnan, akkor, és ezt ugye ők látták egy felvételen, hogy ez elhangzik, hogy ez a ház, amiben ez az új család beköltözött, ez egy belépési pont, és ezt látták ezt a felvételt, tehát az apa, vagy nem tudom ki, akkor abból ki lehetett volna matakolni, hogyha elköltöznek, azzal legalább lassítani tudják ezt a folyamatot, vagy valami, amíg nem tudom, sikerül kiűzni a démont, mert ugye azt is megkísérlik ebben a részben. Aztán elmennek, egy hotelbe költöznek, és a, és a nem is tudom, talán a, a, barátnője a, csajnak, meg azt hiszem, hogy a fiúnak a barátja, nem tudom, hogy most csak család, milyen családtagok vagy barátok, de ők visszamennek a házba cuccokért, és a semmiből a gyerek előkerül. A semmiből. Úgy, hogy egy pár pillanattal ezelőtt a hotel szobában volt, és átteleportál a gyerek önmagától. Ami hat mérföldre, vagy mennyire voltak, és akkor mégiscsak felbukkantott a kislány, igen, ez igaz. Itt is bizonyítják, hogy amúgy tél, tél, teljesen feleslegesen húzol el a gyerek visszafog. Menni, te meg mehet vissza a gyerekért. Tehát, hogy <laughs> Igen. a gyereket, mert, mert, igazából egy pont után nem tudsz megszabadulni ettől a valamitól. De egyébként azt akartam mondani, hogy ahogy, ahogy kinyírják a különböző karaktereket, az is nagyon érdekes, ugye, hogy, hogy mindig ilyen, ilyen kegyetlen módon van valahogy elbánva velük, bár, a, bár szerintem tényleg mindig a legrémeztőbb az, hogy, hogy konkrétan egy-egy pillanat alatt végeznek az összes férfival, akik át, sőt, második részben ugye milyen nagy darabba férje a Krisztinek, hát egy pillanat alatt kitekerik a nyakát, szerencsétlennek, és, és ott ki. Egy mozdulattal kitöri a nyakát. Igen, igen, Tehát, hogy ír, írtó és akkor ugye arán... kéti, kéti, testében, tehát ugye akkor látjuk, tehát ott a, annak a filmnek az a csúcspontja, ami idővonalban ugye az első filmnek a vége, ugye az első filmnek a végén Kéti már meg van száva. És valami vérfolt is van a, van a topján. A És, póló és a, másod a póló igen. És a második részben ugye az a csúcspont, hogy, hogy, hogy ő sétál be Krisztinek a, a, a házába, és ott a nagy darab pasi mögé áll, és ki, egy mozdulata kitöri a nyakát. Tehát ugye ez Kéti. Pedig ott azt hiszem Kriszti is valahogy ugye lezuhan a pincébe, és amikor meg kijön onnan, akkor látszik, hogy ő is megvan van száva, vagy valami van, mert hogy ott biztos, hogy teljesen darabokra törte magát szegény, mert legalábbis a hangokból ítélve, amik a pincéből jönnek, és aztán kijön Krisztés, és az már biztos, hogy nem ő, mert ugye látszik a mozgásából, vagy, vagy hogy mondjam, tehát ez is, ez is érdekes amúgy, hogy az is egy parafaktor, hogy, hogy a legtöbb filmben benne van ez az elem, például a két is a legelső filmben így feláll az ágy mellett, ugye alva jár, vagy nem tudom, és akkor nem tudom, fél órán keresztül csak áll és nézi Mikát. Hogy Igen, ez, ez nagyon félelmetes. És, ez, és ez milyen érdekes, hogy ez is egy parafaktor, hogyha egy ember csak úgy áll és néz. Igen, és ez meg ugye az, hogy nagyon sok emberem úgy alvajáró. Igen, ilyet, és, és ilyet szoktak csinálni. Dologan. Ezt akartam mondani, hogy ez létező jelenség, pont ezért annyira ijesztő, mert, Igen. mert Igen. biztos, hogy nagyon sok szülő azt mondhatja, hogy a gyereke már át így felette, mikor fölébredt éjszaka, és ott állt a gyerek, vagy a, vagy a párja, vagy nem tudom, ha tényleg valaki alvajáró, olyan lehetetlen helyeken tudod megtalálni, és én, én, én egyébként kis, kislányként hasfájos voltam, és mindig az éjszaka közepén felkeltem, és odaálltam anya ágyam mellé. csendben. És bámultam hosszú perceken át, mert nem mertem szegényt felkelteni. És, és aztán végül mindig az volt, hogy szerencsétlen felriadt arra, hogy valaki néz és ott állok, teljes csendben, és csak bámulom. Hát folyton a frászt hoztam szegényre. Úgyhogy én is még csak nem is alva jártam, hanem ezt itt teljesen ébred, tudatosan meghúztam szegényen, nem egyszer, hanem sokszor. Milyen nagyon ösztön lehetett, hogy így fölébredt arra, hogy csak valaki állott és nézi, mert amúgy, ha nem adták ki semmilyen hangot közben, akkor. Semmit, tényleg csak bámultam. Tudod, hogy kell megrémiszteni az embereket. <laughs> igen, igen. Úgyhogy ez tényleg, amúgy, tényleg az alvajárás is rettenetes ijesztő lehet. De úgy tudom, hogy ők, ők cselekvéseket is végrehajtanak, mint ön, fogatmosnak, vagy, vagy, vagy nem tudom, elsétálnak valahova. Persze. Rosszabb esetben be ülnek az autóba és elvezetnek valahova, szóval azért ez egy nekem nem mondta, hogy ő, olyan szinten ő ki is ment a házból, és volt, hogy egyszer arra kelt föl, hogy belelépett egy szögbe, de vagy egy két kilométerrel a háztól a patakparton. Ó, Isten! Áll. Ez nagyon ja, az, És milyen ijesztő lehet annak is, aki ezt tényleg magad. Nekem mindig kiskoromban ez volt a legnagyobb félelmem, hogy fölkelek valahol a mező közepén. Nekem mindig ez, ez volt a És ez... hogy csak egy ágy van, és ki vagyok semmi közepére. És ez többször visszatértem úgy. Hmm. És ez a durva, hogy, hogy, nem is nagyon tudod kivédeni, mert ezek szerint mondjuk, ha mit -e, mondjuk be is zárod a szobajtót, vagy a lakásajtót, az, az alvajáró kinyitja. Tehát, hogy, mert hogy ugye ugyanazokat a mozzanatokat végzi, tudni fogja, hogy hol keresse a kulcsot, mivel, hogy nyissa ki a bejáratát, és kisétál. Tehát, hogy nem, nem tudsz vele ezzel mit mit, mit kezdeni. Igen, mert ugye a szemben nyitva van, csak hogy ő ilyen alfában van, tehát, hogy beszélni nem tudsz vele. Tehát ez az érdekes, hogyha hozzászólsz a alvajáróhoz, akkor az így nem válaszol, de csinál mindent tovább, és úgy kell ugye fölpofozni. Volt egy ilyen valós eset is, ahol egy férfit, hát nem emlékszem pontosan, hogy végül is felmentették, alvajárás közben ölte meg a nyósát, meg az apósát állítólag. Úristen. És így ebből egy nagyon komoly ügy lett egyébként, és onnantól kezdtek el ezzel jobban foglalkozni, nyilván onnantól megszaporodtak ezek az esetek. Most nyilván nem derült ki, vagy hát nem tudhatjuk pontosan, hogy valóban mi történt, de felmentették, hogy tényleg úgy ment át, mindent megcsinált, amit, tehát hogy elvezetett odáig autóval, nem volt karambol közben, besétált és, és megölte őket. Tehát, hogy ez, ez hát. nem csoda, hogy ezekből <laughs> ezek, ezek ilyen parafaktorrá válnak. Nem, én nem, tud, nem, nem, akarok ítélkezni, most nyilván nem az én tisztem, ő lement a tárgyalás, döntöttek valahogy, de nagyon kemény, hogy, 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 hogy ilyesmit is feltétele, feltételezhetünk, hogy ez megtörténhet. Hát mondják ezt, hogy alvás közben az ember több pókot eszik, meg úgy, hogy nem is tud róla meg. Igen, igen. Úristen, igen. Ezt, 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 nem akartam újra felidézni, de <laughs> hogy ilyen van, de tényleg van ilyen és akkor nyomogsz rajta. És én ezt akartam kérdezni tőletek, hogy van-e valami ilyen parázs dolog, ami a Paranormal Activity-hez kapcsolódik, mert nekem van a három ilyen sztori is, ami így az életemben a Paranormal Activity-hez kapcsolódik. Ezt akkor hagyd mondjam, el, gyorsan az első az, hogy amikor azt hiszem a legelső vagy a második részt, igen, az első részt elmentünk a moziba megnézni, hát ugye ezek a ugye horror elég későn voltak a moziba, és a pláza, ahol néztük, az már konkrétan zárt tehát ilyen éjfél volt, vagy utána. És akkor kijöttünk, a, tehát így fiúk voltunk a moziba, kijöttünk, és akkor jó, akkor még ugorjunk el WC-re. És mentünk a WC-re, és ott volt egy, egy, egy folyosó. És pont ott volt a takarítónő, éppen mosott fel, és ki volt támasztva a felmosófa így a, így a falhoz. És hát ugye a Paranormal Activity-ről jöttünk ki, mikor máskor így mentünk, és akkor ugye semmiből így így ledölt a felmosófa. Olyan szinten ez hartunk egyébként, hogy emlékszem, hogy pff, egyből ilyen kétszázas lett a púzusom, ez az egyik. A másik meg, hogy amikor volt a második részbe, azt hiszem a másik részben van az, hogy a konyhát mindig veszi egy kamera. És így a két harmadánál a filmnek így az összes edény így hirtelen leesik. Igen, igen. Egy ilyen rohadt hangos hangatás közepette. Azt is emlékszem, azt egyik haverommal néztem, és így, így néztük, és amikor ez volt, akkor mindketten így felugrottunk az ágyból, majdnem összetörtem magam, mert úgy megijedtem azon a részen, ez a másik. A harmadik meg, hogy volt egy olyan sztori, hogy még nagyon régen egy autóval a barátnőmmel mentünk valahova Mátrába, és megállt az autó, lerobbant. Hát a gyöngyösnél valahol fölvettek minket, egyébként tiszta jófej volt az ember, aki segített. Utána így persze segített, elvittük az autót, elhúzta nekünk egy ilyen szervízbe, és akkor utána fölvitt a hotelhoz, egy ilyen erdélyi hotel volt, de már sötét volt. És akkor így miközben mentünk föl így a, a neken akkor kezdett el erről beszélni, hogy egyébként, hogyha mi bérgyilkosok lennénk, akkor így mit mondanátok? És akkor elkezdett így beszélni Én még érzésen. a Paranormal Activity filmről, és akkor egy kicsit így egymásra néztünk, hogy végül is ez, ez tényleg lehetséges. Én Isten. Én Isten. De úgy jó fejek voltak. Jó, hát jó, jó, ez jó egy nagyon fél. jó fél. De azért úgy jöttünk ki, hogy oké, okay, soha többet nem be sehova, inkább gyalog megyek ja. Jézus Isten, nem tudom, mit szóltam volna. Matattam volna valami utána a táskámban, hogy hát, akkor Csak nálam. Utána, amikor így se semmi van nálat konkrétan, mert robban az autón. Jézus ja. Úristen. nagyon én, én, én nekem így a második rész kapcsán jut eszembe, hogy ugye azt moziba láttam, és ugye én ezen akkoriban még nagyon féltem ezeket a démonos filmektől, tehát hogy így a közepétől, vagy a három négyedétől én már csak így félig meddig mertem oda nézni, nem vicc tényleg, hiába fizettem ki a mozi jegyet, így ne, alig mertem felnézni, mert egyrészt tudtam, hogy jumpscare lesznek benne, amit annyira utálok, tehát én, én, én ezt nem szeretem, és azért szeretem jobban a thrillereket, mert azok olyan kellemesen borzongatnak és odaszegeznek a tévél, és nem a jumpscare-el operálnak, hanem, hanem, magával a tényekkel, meg eseményekkel, amik jól ki vannak találva, és azokkal borzongatnak. A jumpscare nekem ez kicsit egy olyan megúszós megoldás, hogy biztos megijeszteni, és biztos rád, hoz, rád hozza a frászt, azt ezzel éri el, ezekkel a hirtelen effektekkel. Szóval azért sem mertem oda nézni, mert ezek olyan rosszul vagyok. És miután megnéztük, én, nekem nagyon élénk a fantáziám, én annyira belelovaltam magam ebbe az egész démon kérdésbe akkoriban, hogy éjszaka valahogy úgy túl pürgött az agyam, hogy, hogy, valahogy olyan volt, mint hogyha miközben én gondolkodtam volna, a háttérben végig valaki ilyen nagyon kis, kis, kis démoni, manós hangon folyamatosan darált volna nekem valami szöveget, amit nem is értettem. Tehát teljesen túlpörgött az agyam. És csak próbáltam elaludni, de közben ez így, így ment a háttérben, és ilyen ijesztő volt, és már, már kezdtem behalucinálni azt, hogy úristen, valami, valami engem zaklat, zaklatja az elmémet, vagy nem tudom. Úgyhogy ez nagyon rossz, de persze tudtam, hogy, hogy a valóságban nyilván csak az agyam pörgött túl, de én ezért nem nézek ilyen, vagy nem néztem ilyen démonos horrorfilmeket, mert ennyire meg tudtam viselni az idegrendszeremet. És ugye nekem régen például voltak ilyen, furcsa szellemes élményeim, aminek egy részét nyilván meg tudom ö, magyarázni ezzel az alvás paralízissel, de voltak olyanok is, a, a, legemlékezetesebb számomra az, amikor arra ébredtem föl, mint hogyha ugye van ez a sétálós mobiltelefon, ami nem vezetékes, hogyha mintha azon benyomtak volna három gombot és erre ébredtem föl, hogy hallom ezt a pígy, pígy, pígy hangot, és mondom, áh, biztos csak beképzeltem, vagy álmodtam, vagy ilyesmi, már fönt voltam, és mondom, áh, csak ezzel nyugtatgattam magam, hogy ez nem is történt meg, de aztán a csendben újra benyomtak három gombot. Na, és akkor ott, ott én teljesen, teljesen bepánikoltam. És mivel ez nem ez, az első, nem ez volt az első alkalom, ezért a szokásos dolgot alkalmaztam, ugye fejemre ráhúztam a takarót, mintha ez egy olyan páncél lett volna, hogy bármitől is megvéd, egyébként nem. De valahogy ennyit ennyit tudtam csak tenni, dermedtem, feküdtem, és reméltem, hogy nem történik semmi. Szóval az, 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 az nagyon rossz, ezt nem kívánom senkinek. De visszatérve egy kicsit még, azt akartam kérdezni tőletek, Ja, ez egyébként egy plusz infogyos sorozat egészen a teljes költségvetés 30-szorosát hozta vissza. Ez ugye nyilván nem volt nehéz úgy, hogy nem sokat költöttek a forgatásokra, főleg az elején, tehát ugye ez nagyon alacsony költségvetés valami volt, de azért ezt félretéve is ez egy eléggé szép eredmény. És kíváncsi vagyok, hogy szerintetek mi a titka, ennek a franchise-nak a, tehát a népszerűségének. Tehát, hogy végül is azért ezt, hogy para jelenségek, ezt a címet szerintem a legtöbben ismerjük már, még azok is, akik nem néznek horrort. Tehát, hogy szerintetek mi újat vagy mást hozott a műfajba, és ami még jobban érdekel, hogy, hogy mik azok a a, az egész, az összes film közül mik azok az emlékezetes elemek vagy jelenetek, amik nektek így nagyon megmaradtak, akár pozitív vagy negatív értelemben. Tudom, Géza, hogy mondtad ezt a, hogy mik azok, amik igazán megijesztettek, de hogy volt-e olyan jelenet, ötlet, vagy, 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 bármilyen elem, ami úgy tényleg megfogott, hogy fú, ez, ez tök rossz, ez valami új, ilyennel még nem találkoztam. Amit ugye mondtam az elején is, hogy tulajdonképpen azt, azt az új dolgot hozta, hogy ez tulajdonképpen egy valóságsó, volt, tehát a valóság sót horrorizálta ez az egész történet, tehát akár el is hihette, akár veled is megtörténhetne, akár, hogy akkor volt az, hogy elterjedtek már ezek a kamerák, tehát már nem csak a bankok tudták bekamerázni magukat, hanem már bárki meg tudott venni egy kamerát, és az otthonát is bekamerázhatta, és hát ez mi más lenne, mint szellemek jönnének, tehát <laughs> igen, meg igen. ugye tegyük hozzá, hogy miért Amerikából terjed el ez az egész. Ennek egyébként nagyon egyszerű az oka, Amerikában könnyű szerkezetes házak vannak. Tehát nem tégla, mm -hmm. meg beton, hanem fa, fa faros lemez, meg, meg ugye ilyen vas szerkezet. És nem tudom, voltatok-e már ilyen házban, például Angliában nagyon sok ilyen van. És ez tényleg olyan, hogyha, most uram, bocsánat, hogyha valaki egy nagyobbat fingik a másik szobába, vagy a másik házba, azt biztos, hogy fogod hallani. Uh -huh. És annyira érdekes nekem is, ez, ez a verom, aki ilyen nagy. Tehát ő, ő vitt bele ebbe az egész parajelenséget. sztoriba, ő egy ideig élt Londonban, és voltam kinn És akkor ő is megkóstolta, hogy na, ebbe a házba biztos, hogy van szellem, mert ő hallott ezt, meg azt is így nézek rá a házra. És konkrétan olyan, tudod, amikor rálép. Tehát, mint a Harry potter a ahol lakott. Tehát, hogy rálépsz a, uh -huh. a, a, a lépcsőre, és akkor lehet nyi fog, hogy hogy ez tényleg mindenki hajna. Mindegy. De tegyük hozzá, én, én nagyon reál szemléletű vagyok ebben a szempontból. De mondom, amit tetszett nekem az, az az, hogy nem voltak nagy színészek, hétköznapi embereket látunk. Talán megpróbáltam bemutatni, hogy most hogy kezelnénk ezt a dolgot, mert ugye ez a Májkának ez a, ez a ilyen nagyon folyamatosan, tehát hogy ő, ő addig hárított ezt az egészet, hogy ebből kialakult az esemény. Azért józan észre nem ezt csinálná az ember, szerintem. Igen, ez így van, szerintem sem. De ezért kellett, mert ugye ebből lett a show, tehát ez a show faktor benne is volt mindig. Csak mondom, hogy ez is egy idő után elvesztette a varázsát, ez nagyon szép volt, jó volt, ennyi volt kész. Most már ezzel nem lehetne ijeszgetni tovább. Jókor jött, jó volt a film, és szerintem ezért aratott nagy sikert, és ezért hozott ennyi bevételt. De így, így, így nekem mondom, ez inkább ezek a félelmetes jelenetek. Tehát egyrészt az, amikor ugye így nyúl föl a takarón. Ugye az a démon kéz, az nekem nagyon tetszett, meg azt jól megcsinálták. Az is egyébként jó ötlet volt, amikor akinek megvilágította a démon. Uh -huh, igen, 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 ez tényleg nagyon klassz volt, az is. Amikor már elkezdték belehozni ezt, hogy miért lehet, és akkor ott vannak a boszorkányok, meg hogy már, ki, amikor már kimennek a házból, és már viszik a kamerát, és akkor. Én azt már azért nem tartom, nem tartom, hogy mondjam, reálisnak, mert azért ez nem így működik. Főleg, hogyha te az életedért futsz, nem viszed a kamerát magaddal. A legutolsó dolog, hogy kamerát vigyél magaddal, szerintem. Ezek abszolút irreálisak, igen. Nagyon sok olyan jelenet van, főleg így a ötödiktől kezdve, igen. Tehát, hogy akkor épülnek be ezek a kinti jelenetek, amikor már mindenhova magukkal hurcibálják a kamerákat. Az ötödik meg a hetedikre jellemző ez, ugye? Tehát, hogy olyan lehetetlen szituációkban veszik azt, amit látnod kell ahhoz, hogy te megjegyél. És úgy, Miközben, hogy minden látszódjon. Igen, ne, mi, ahova a szemed néz, a kezed nem oda fogja, nem a kamerán keresztül fogod bámulni azt, ami éppen felé tart, és, és úgy kéne rezegnie, mozognia, ide-oda kapkodva lennie, hogy tényleg semmit ne lássál, élvezhetetlen legyen az egész felvétel, maxima hangokból lehessen kikövetkeztetni, hogy mi az, ami valójában történik a, a kamera túloldalán, tehát hogy így nem értem, hogy, tehát, hogy lehetetlen, sőt a hetedikben meg is figyeltem, hogy volt olyan jelenet, ugye ott is egy elvileg végig kamerán keresztül veszik az egészet, meg elvileg még talán drónt is használnak, ha jól vettem ki. Sőt, biztos. Na, van egy olyan jelenet az utolsó percben, amikor lent vannak a, ugye a vége fele, lent vannak abban a lyukban, vagy abban az üregben, ahol az a szára el van zárva. És konkrétan a srác menekül előle, és beraktak egy olyan vágást, ahol látszik, hogy a nő azért nem tud utána futni, mert megakad a lánc, amivel ki van kötve és a láncnak, ahogy így megfeszül meg úgy a lánc, hogy látszik, tehát is hogy honnan látna a kamera, hogy megfeszül öt méterrel előrébb valahol a vaksötétben a lánc. Ilyen olyan jeleneteket raktak bele, amit nem láthatott a kamera. Nyilván azért, hogy, hogy értsd, hogy mi történik, mert különben úgy nem, nem, nem tudtam, de, én nem raktam volna bele. És így meg is lepődtem, hogy ezt most, hogy miért? Vagy hogy? De mindegy, szóval igen, tehát, hogy nem, már nem figyeltek később erre, és tényleg én se, szok, én se értettem, hogy hogy lehet ez hogy Menekülsz, és közben veszed amit. Sőt, mindenhol viszed a kamerát, az dobod ki előre, vagy azt teszed le úgy, hogy biztosan lásson mindent. Ne. Vagy olyan helyeket világít be, hogy közben az emberek nem látnak téged, közben te meg világítasz a kamerával, és nem találnak meg pedig a kamerának a lámpája. És így... mondjuk, mondjuk az utolsó film az utolsó film mentségére szóljon, hogy ugye ott, ott kifejezetten dokumentumfilmet akartak forgatni Margó hát ö, vérszinti családjáról, és hát tudjuk, hogy mindenkinek nehéz esett a családja, <laughs> és amikor Margót az anyja konkrétan követi, mint megszállt démonnő, szóval azért ez egy eléggé ö, problémás családi háttérén, úgy érzem. <laughs> De ö, egyébként azért így ö, én még azt is, ne, mert ugye nekem is voltak nyilván olyan részek, amik, am, vagy ötletek, amik nagyon tetszettek. Például ebben az amisos részben az is tök jó volt, amikor az idős néni azt hisz, hogy krumplit hámoz, és közelebb ment a srác, és így ö, felvette őt komolyan, és kiderült, hogy a készfejét hámozza és arról hámozza le a bőrt. Tehát, hogy felfelé néz, nem a krumplira, meg nem a készfére, hanem ilyen kis ábrántosan a néni így nézelődik, és közben szegény a saját kezét hámozza a krumpli helyett. Szerintem ez egy elég jó ötlet, egy horrorfilmként, amivel úgy ijesztgetni akarnak. Meg az egész franchise-ban szeretném kiemelni a kedvenc karakteremet. Ő pedig az ötödik filmben volt, méghozzá, ugye van az ötödik filmben Oscar, az első ilyen megszállt srác, akivel így igazából véletlenül futnak össze a főszereplőink, és ennek a megszállt srácnak, Oscarnak van a bűnöző bátyja, az Arturo, és a filmnek a vége felé ő és a haverja konkrétan hatalmas nagy fegyverekkel mennek ugye a kiszemelt házhoz, és ő az egész franchise-ban az első, aki nem megrémül a rátámadó boszorkánytól, meg ilyen olyan démon egyénektől, hanem ő elkezdi lőni őket a puskával. És ez hogy, ez, hogy végre valaki nem csak menekül és sikoltozik és kiáltozik, hanem szembefordul, azt jól lelövi, hát ez valahogy annyira katartikus élmény volt nekem, hogy ez az, végre egy tökös csávó megjelent a színen, imádom Artúrót, és akkor innentől nekem ő ő lett a hivatalosan a kedvencem az egész franchise-ban. De ez azért történhet meg, történhetett meg egyébként, mert az összes többi olyan karaktert, aki ilyen szintű fenyegetés jelentett volna rájuk, az titokban és hátulról ölték meg. Tehát, hogy a többieknek lehetősége nem volt fegyverrel, vagy nekirontani ezeknek, mert nem látták a, 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 ezeket a Persze, műket. Persze, igen, meg ezek ilyen is, meg hogy meg maga a démon is egy ilyen entitás volt, tehát, hogy nem volt úgymond fizikai teste, amit le lehetett volna lőni, de egyébként a franchise-nak az egyik másik sikere szerintem az az volt, hogy a trailerbe belekerültek olyan jelentek, ami a filmekben, nem? Igen, ebbe is nagyot, ebbe is nagyot alkotott a Paranormal Activity, hogy a trailer miatt nézték meg sokan a filmet, és... És volt, ami benne se volt végül a filmben. Igen, igen. Azt, hogy szóval miért, azt nem csalodás tudom. Csalodás lehetett. Nekem az volt. A hármasnál például konkrétan emlékszek olyan jelentre, ami, ami nagyon megkapott, és így Fú, ezt, ezt látni akarom, és akkor a valóságban ez nem volt benne. Vagy hát benne volt a jelenet, csak máshogy épült föl, meg más más történt valójában. Igen, de ezt taglaltuk már elég sok film, filmnél is, itt a Parallaxisban is, például az Apollo nem tudom most a film címét, aminél a űrrákok, ilyen kőrákok rájuk támadnak. Na az, is, az is egyébként pont a Paranormal Activity abban az időszakban volt, uh -huh. és az is ez a kézi, kézi kamerás, hogy akkor alkossunk még nagyobbat, akkor most tegyük bele, hogy már űrbe veszik föl, és akkor jönnek ezek a... Elmondhatjuk azt úgy összességében, hogy, hogy ez a ez a videókamerás verzió, ez a házi videós verzió az, ami, ami a legnagyobb parafaktor az egészben, meg ez a sejtetés. Ennyi fért bele mai műsorunkba, legközelebb június 17-én jelentkezünk, és a Boldog Halálnapot filmeket vesézzük ki, amelyek kapcsolódnak az itt kivéreztetett filmekhez, ugyanis a Paranormal Activity Franchise nagy részében íróként közreműködő Christopher Landon a Boldog Halálnapot filmek rendezője. Addig is, amíg újra jelentkezünk, ne nyissatok kirejtett ajtókat, ne váljatok szét, és ne felejtsetek időben a hátatok mögé nézni. Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a paralaxisportmtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Társulat által a és Zsuzsanna díj külön jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.